Na hát itt tartottunk múltkor, folytatjuk is a Chapter 3-mal, az Atomic Express-szel nézzük. Ez most már ugye a tél. De jól néz ki. Na innen indul. Chug. És visszatértek a robbanós golyók. Elég csak ötöt bevinni. Mindenki a fedélzetre, az egész szigetünk mozgásban van. Igen, mert egy vonaton vagyunk. Here we go! Fogalmam sincs, hogy működik ez az eszköz. És az sem, hogy mit szállít. De van egy olyan érzésem, hogy egyre hidegebb és hidegebb lesz. Nice. Keressünk... Aha, ezzel kell majd begyújtani lávával. Na, hát akkor nézzük. Ez viszonylag basic egyébként ezeknek a kis cuccoknak az építgetése. Elvileg már meg is van, be is gyulladt. Nem baj, hát ezek meghalnak, mert úgyis az a dolguk, hogy ez egész elégje. Kirobbantott egy új helyet gyakorlatilag a vonatból. Valahogy ezeket kéne most óvatosan úgy átvinni, hogy a lehető legtöbb támasztást megkapják itt az alján. Igazából csak 6-ot kell bevinni, szóval ez annyira nem vészes. Meg is van. Nice. Na és már rögtön egy elágazással folytatjuk is. Let's see. Jaj, te jó ég. Mit akar ez a játék? Most valahogy döntsem át a tornyot, vagy csak simán építkezzek át? Végig ilyen olvasztott fémekkel van tele ez a terület. Kéne hidakat építeni a kis tuccok között. Ez nem túl nagy segítség. Mi van, hogyha csak simán így átdöntöm? Vajon így meg fognak tapadni? Hát végül is igen. Jó. Ne, de ettől tartottam. Egyet elvesztettem útközben, de nem baj, legalább egy többi ez megvan. Nézzük ismét az előző taktikával, vajon beválik-e majd a dolog. Üh, megvan. De hogy ilyen nagyon összecsuklósan, de megvan. Mennyi kérdés, hogy miből vegyek ki úgy, hogy az egész ne essen bele. Hát nem ebből. Oké, szétválasztottak őket, ez már most fél siker. Több mint fél siker. Nem mondod, hogy lesz még egy híd. Jó, át van transportálva az összes. Jöhet ebből is valami hídszerű. Ráadásul felettem van a cső. És 10-et kell bevinni. Éppenséggel... Ha ez a cső most elkapja, akkor nekem beszippantódnak a golyóim, gondolom. Ez megint borzasztó hülyén hangzik, de nem tudok. Nem tudom, hogy fogalmazzam. Megpróbáljam átdönteni ennek ellenére? Próbáljuk meg. Nem sikerült. Ez meg lehetséges, amúgy. Meg is van! Meg is van! Jaj! Létezik ez, hogy ekkora nagy terhelés kapott az egyik része, hogy eltörött egy kis golyó? De se úgy láttam, hogy megtöglött, szóval... Jó, mindegy, egy golyót vesztettünk, cserébe viszont 4-5-5-öt megszereztem ebből a fehérből, csak ebből nem lehet építkezni. Könyörgöm, menjetek ide egy picit. Erre a részére. Most már csak egy csövet kell elérni, és akkor rendben leszünk. Veszük alulról, de nem baj, mert megvan. És tessék! Hát nem mondom, hogy kimaxolósan, de szerintem egészen jól sikerült ezt most összehozni ahhoz képest, hogy... Hogy milyen nehéz volt amúgy itt a döntögetés. Oké, nice. 23 a 10-ből. Na és hát 1000-rel robogunk is tovább Molten Meltdown-ra. Nézzük. Hát igen, ez a pálya is elég hasonlónak tűnik az előzőhöz képest, így hangulatilag. Csak itt most már egyik nehezebb, mint a másik. Na, ez egy elképesztően nehéz terület, de már tessék. Már tábla is így kezdi. De szintén csak opcionális. Én visszafordulnék, hogyha a helyedben lennék. Miért? Miért ijeszget? Eddig minden szintet megcsináltunk, egyiket se kellett skippelni. Mindjárt megsülök ide lent. Oké. Hol a cső? Itt a cső. Jesus. És közben még azt is jó lenne elérni ott. Mert hogy rengeteg hú megszerezhető.
Csak az a baj, hogy nagyon nagyok a távolságok. És nem tudom, hogy itt... mennyire kistabilizálható például itt ezen a részén. Valahogy úgy kéne építeni ezt a tornyot, mint egy valós hidat. Mint amikor polybridge-eztünk, és hallgattuk az I'm the Engineer, vagy valami ilyesmi zenét, ezt a mémet, akkor éreztem ugyanezt legutoljára. Az talán az egyetlen lehetőség, hogyha meghagyom ezt, hogy így billegjen a dolog. És aztán ezt a billegést kihasználva felébresztjük őket. És aztán belebillegek ebbe a lávába, és elég az egész. Ez úgy egész jónak tűnik. Jó, várjál. Még éppességgel alul stabilizálhatjuk egy kicsit. Csak már nem biztos, hogy akkor lesz elég golyó neki. Maradt kemény kettőm. Gyerünk vissza. Nice. El se hiszem. Oké. Csak sikerült. Felébresztés. És akkor most még egy ekkora óriási távolságot, hogy építsek át. Na jó, most érkeztünk el a nehezéhez. Akkor most ezzel a kis fenti tartással nézzük, mennyire lehet kiengedni őket. Összecsukli. Most. Oh. Jaj, de jó. Megvan skippelés nélkül. Rock blockers. Jaj, ezek megint valami újak. Egy új fajta slimeból. Mégis micsodák ezek a kis sárgák. Úgy látszik, most nőttek ki a talajból. És élőnek tűntek. Talán sajtból vannak? Vagy vajból? Úgy látszik, hogy nem érdekli őket a hőmérséklet. Biztos vagyok benne, hogy nagyon ízletesek. Ó, oh, de jó! Ó, oh, tényleg sajt az alja. Mi a szar? Hogy ez ráadásul így működik. Seni. Elzárjuk a lábát, azt átmenjünk. Nézzük, olyan ki tudjuk-e annyira dönteni, hogy meglegyen itt ez a kis átszögellése. Úgy is van. Jön mindjárt a második. Meg is vagyunk. Mitől pukkant szét ez az egy? Mitől pukkant szét? Mi? Ott egy csepp láva? Jól látom! Ne, és az a hülye csepp láva az jön ide, és elpusztítja a dolgokat. Az ott, az. Ameddig az... Jaj, Istenem, hát húzza az időmet ez a játék. Menj onnan csepp láva. Úgy, mint egy kis kenyér. Ami tényleg nagyon finomnak néz ki. Oh, ez az. Ez a játék annyira zseniális, hogy bárcsak örökké tartana. Nice. Night Factory. Oly. Itt egy nagyon sötét szín lesz. Oh, pont arra elég volt, hogy felébresszük. Itt egy rejtett táblám. Folyamatosan gyorsul a vonatunk. Nincs idő még arra se, hogy becsukjuk a szemünket. Próbáljunk meg élvezni így az estét. Mi van errefelé? Ott van még egy csomó golyó. Ehhez viszont használnom kell akkor a feketéket is. De azok meg nem visszabonthatók, mi? És mi van akkor, hogyha úgy használom őket, hogy például visszabontam a környezetüket, akkor a feketék is visszabonthatóak lesznek, nem? Hiszem a kis fényeset csak, hogy lássuk, hogy errefelé mi a helyzet. Szóval az a szerencsénk, hogy ilyenkor, hogyha megfogom az egyiket, hogy ki akarom szenni, akkor legalább az összes úgy dönt, hogy eltávozik abból az irányból. Basszus, hát semmit nem látok ott. Van itt még, amit itt hagytam? Tesszük ezt. Összekötjük. Nagyon jó.
És vajon, hogyha én ezt kiveszem itt, ezt itt, akkor az az egy, az hálének vissza tud alakulni. Tehát így lehetne talán úgy elhozni az összes golyót, hogy még a feketék is hasznosíthatóak, csak itt már sajnos egyet-kettőt rosszul kötöttem, és így nem megoldható a dolog. Látni akarok ebbe az irányba. Nem erre kellett volna menni, hát merre? Lefelé? Lent van a cső? Kell egy kis fény ide alulra. Ja, valószínűleg biztos, hogy lefelé van a cső. Jaj, te jó ég. Jaj, te jó ég. Oké, megvan, megvan, megvan és megvan. Nagyon tetszetős, csak... Jön megcsinálni. Jaj, az láva! Mert füstölög. Mivel minden ilyen fekete-fehér, marha nehéz tájékozódni még így is. Megköszönném, hogyha minden egyes kis gú átjönne el a részére, mert így nem tudok tovább építkezni, hogyha azt nem szedem ki az aljában. Úgyhogy megvan. Most jön itt még egy ilyen függő rész. Jó reggelt mindenkinek. Hopsz, hozzá van kötve. Aki nem jött el, tehát az most meghal. Viszlát, ezt a részét nekünk tovább kell építenünk erre felé. Aha, és ott a cső. Hú, de hosszú volt ez a pálya. Körbe sem tudok nézni, hogy miken jöttünk át, mert egyszerűen annyira hosszú volt ez a hely. Nagyon jó. És teljes sötétség. 32-t bevittem, úgyhogy csak 3-at kellett volna. River of Fire. Biztatóan hangzik. Ez a zene. Csak kérlek, ne időre menjen. 4-et kell csak bevinni. Na, ez már most baj. Általában, hogy ilyen keveset kell bevinni, az azt jelenti, hogy nagyon nehéz dolog jön most. Vannak ezek a ritka albino zselé golyók. Ezek itt mélyen a föld alatt fejlődtek ki. Ki voltak téve óriási nyomásnak és nagyon magas hőmérsékletnek generációkon keresztül. Ez talán sok mindent megmagyaráz. Tehát akkor át kéne őket valahogy így pusolni ezen a lávás részen. Nekik is csinálnak egy ilyen kis kanócot ide lefelé. Tessék. Itt csak elég. És akkor most, hogyha ez így megvan nagyjából, összekötjük. Tele felmegy rajta. Nagyon jó. Aj, ide jól megy. Jaj, és felszedi útközben. És begurítja, és beszívja, és megyünk is tovább. Good night. Intermission. Én is akarok olyan plusz maci, vagy patkány, mi az? Good night. Nagyon jó. Melyik kell? Fentivel vagy lentivel menjünk tovább? Fenti. Jaj. Oké, tehát a csövet akkor tudjuk elérni, hogyha berobbantjuk itt ezt a részét. Ott a cső. Mit ír a táblás, fickó? Ez a kis lokomotív, tehát mozdony, rengeteg szemetet generál. Ja. És ez egyre gyorsabb és gyorsabb lesz. Ez az egyik olyan része annak a létesítménynek, ami azért felelős, hogy ezt a sok szemetet megoldja, kezelje valahogy. Viszont sajnos úgy látszik, hogy éppen működésen kívüli. Szóval nem működik a dolog. Mert hogy valami eltorlaszolja azt a csövet. Felébresszük először, összekötjük. Ilyenkor ez viszonylag megvan stabilan. És innen középről be fogjuk lógatni, és az egész értelmet nyer. Jaj. Ott is van. Oj, megvan.
Jó reggelt. Megérkeztünk. Gyertek is kondolítok most már végre. Jó, jó. Mindjárt meg is van az összekötés alól. De a legaljára úgy is van. Szíd fel az összeset. Mindjárt megtelítődik. Na, és akkor jöhet be egy újtás. Szerintem jöhet. De ide jön a hülye, az összes kis hülye konduit ilyenkor ide jön. Erre a részére gyertek, nézd, erre, itt. Húcs. Ne arra, erre. Hopp, jaj, nem megy oda senki, ugye? Senki nem fog oda menni. Anyátok picsáját! Égjetek el! Azaz. Húha. Ez itt nagy baj. Oda lőttem egy csomót, és nagyon nem kellett volna azokat oda lőnöm, mert ott van egy... Kiderült, hogy hopp, plot twist. Ott van egy ilyen fűrész. Fantasztikus. Babadi! Az már le is esett. Ez! Remek! Darálja be az összeset, amiről azt hittem, hogy biztonságban lesz. Most az összes a fűrésznek van kitéve. Fantasztikus! Úgy van, szívjad. Na és megvan. Ez a szint. Ezt epic macerással oldottam meg. Így meg egy kicsit megemelte a fosmérőmet, de nem baj, annak is mennie kell. Na nézzük. Kövi szint. Na, kitört a láva már most, remek. A sajt hegyről. Ismerős a zene, csak rokkosítva van. Vulkán kitörés történt, és most ide folyik hozzánk a Molten Steel. Ki kell találni egy vészhelyzeti tervet, amit gyakoroltál, ugye? Fingom sincs. Jaj, telik. Itt a vészhelyzeti terve, mennyi? Mi? Oda még el kell építkeznem a felhőhöz? Vagy mi a szar? De közben itt is tüskék vannak ám. Miért csinálja mostanában, hogy ennyire időre kell csinálni mindent? Gyerünk felhő! Lőd ezeket a cuccokat ide. Igen, és most mi van? Ott van még egy felhő! Ne cseszél fel! Hát mindjárt meg lesz. Mindjárt eldől. Azt fogom elérni, csak hogy eldől az egész a picsába. És miért jó, hogyha ezeket a felhőket összegyűjtöm? Mi? Ott van fent mi? Ah! Ide kellett volna felcsimpaszkodnom elsőnek. Ah! És másik oldal is. Na ennyi volt, kész, vége. És ott a cső közben. Miért legutoljára veszem észre amúgy ezt itt? Na, jöhet a vészhelyzeti megoldás. Felkészültünk rá? Persze, hogy felkészültünk. Óriási tartályt csinálok ide neki. És jöhet akkor a cumó. Hogy is van. Elsőre megépítjük oda a fenti összekötést. Minden más utána. Jó, magasan van azért. Nem baj. Direkt úgy építem, hogy stabil legyen. Ez stabil? Persze, hogy stabil. Hát, hogy ne lenne az? Oké, felébredsz. Nem ébredsz fel. Jó, most már felébredtél. Jó, másik felhő is kell. Gyorsan, mert ugye ez idő, az idő. Nem tudom még hány fog kiugrálni belőle, de... Na. Igen, és igen. Össze van gyűjtve onnan is. Többi az már robbanhat. Robbanni is fog, mert a láva már jön. Csak kérlek, a kis többi golyó az ne menjen arra felé. Gyertek ide fel, könyörgöm, gyertek fel. Felfelé, mindig felfelé. Most folyik. Ne le. Maradjatok itt. Jó, szerintem a lehető legkevesebbet veszítettük el. Jaj. Csak le kell építkezni. Csak közben oldalról folyik közben az a darálógép, meg minden.
Oké. Gyerünk, 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 gyerünk! Meg lett az OCD, és még azon felül is egy csomó. Nice. Ezek már ilyen nagyon epic szintek amúgy. Tetszik. Jaj, visszatért a barátunk. Úgy tűnik, mintha a világunk egyre gyorsabb és gyorsabb lenne. Nem csak a vonat gyorsul, hanem maga a világ is. Át kell gurítani, majd be kell gyújtani. Ez egyszerűnek tűnik. Hogyha azt a billegős tornyot megcsináltuk, amikor két irányba kellett kistabilizálni, akkor ezek után ez már egyszerű lesz nagyon. Szerintem az volt a top. Annál nehezebbet hiszem, hogy fogunk tudni találni. Csak ugye nem szabad elfelejteni, hogy hát magának ennek a nagy golyónak is súlya van, ráadásul nem is kevés. Na, jó, itt megvan a híd. Na, gurulásra felkészülni. Let's go! Ó, felgyújtja a hidat is maga alatt, de jó! Fantasztikus! Menjél, menjél! Ne szorulj be! Ah, és lehűlt? Lehűlt. Egész jó állapotban megérkezett. Na hát megvan, bejutottunk, és itt már nagyon hideg van. De mi ez a hely? Biztos ez itt a hűtőfolyadék keringtető rendszernek a helye. Figyelj, semmivel nem tudok interaktolni, csak ezzel az egyel itt. Aha, ez fogja meghajtani. Hopp, na elértük a tetejét. De közben széttöredezik. Ja, dehogy is, beszívja, persze, ezek konduitok. Fel kéne akkor odáig építenünk. Nagyon jó játékmechanikákat adott hozzá egyébként ez a World of Goo 2 is. Mondom, hogy hála égnek nem követték el azt a hibát, hogy nem mertek beújítani, hanem csak kiadtak egy egyet, amit tök ugyanolyan, mint az előző, hanem itt hála égnek bemertek újítani, és ráadásul jó mechanikákkal mertek beújítani. Ezt egy kicsit így visszább evickéljük, így. Valahogy megpróbálom leparkoltatni. És ezzel felépítkezünk. Ezeket is be lehet vinni, gyertek ti is. Jaj. Ők is jöhetnek. Akkor jöjjön mindenki! Jaj, ne, visszatértek a sajtok. Most már minden szintet úgy kezdtek, hogy jaj, ne. Egyszerűnek tűnik a dolog, csak egy hidat kell építeni. De megint egy extrém nehéz színnek írja. Szóval megint csak opcionális. Megint visszafordulnék, hogyha a helyedben lennék. Úristen. Na jó, a sajtokból mekkora területet tudunk megcsinálni. A sajtokból... Mi lenne... Ha... Ketté választanánk a dolgot, már amennyire lehet. Próbálnánk ez a lehető legszélesebb torony, amit így ki tudok hozni, de még ez is annyira semmi, hogy... Hát én nem tudom ezt, hogy fogjuk tudni megcsinálni. Ez az első olyan szint, amihol most tényleg úgy érzem, hogy... De nem skippelhetünk, nem skippelhetünk, egyszerűen nem tehetem ezt meg. Tényleg ez az első olyan szint, ahol... Biztos, én nem tudom, hogy lesz ez meg. Mindjárt meg lesz az első átdöntés. Ah, not even close. Basszus, hogyha nem akadtam volna meg a kamera mozgatásában, akkor ez egyébként jó lehet. Meg is van. Elszakadt valamiért. Mindegy. Ha olyan agresszív hangot adnak ki ezek a kis golyók. És... Mi ez a híd, ami még itt van előttünk?
Nagyon jó, csak nem tudom magasabbra találni a tetejét. Már kimegy a képernyőből, amit építek. Egyszerűen elfogyok, és pedig már itt volt a célegyenes, de ennyi. Adjunk neki egy újabb próbát. Most akkor úgy, hogy szélesítsük ki. Innentől nehéz a dolog, szóval ennyit tudok rajta szélesíteni. Nézzük most. Viszont nagyon nehéz lesz az elején elérni ezt. Na, éppen hogy hozzáér. Nagyon jó. És kérdés, hogy most beválik-e ez a taktika, mert átérni még így is átértem. Nem túl szépen, de átértünk. És akkor most... Hú. Talán így felfelé menni viszont egyszerűbb lesz. Na? Egy-két roncsolódás van. De nekem nagyon úgy tűnik, hogy sikerült. Vajon lesz-e elég ahhoz, hogy még fel tudjunk érni innen? Egyáltalán nem biztos. Hú, de ki vannak számolva. Hú, de nagyon ki lesz számolva, basszus. Gyerünk. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Konkrétan ezen az egyen múlott. És akkor most már csak ezeken... Gyertek, beugratok, ugye? Mennyi megteszitek a papáért. A papa kedvéért. Megteszitek, hogy ide jöttök és beugratok, ugye? 2, 3... Mi? Nincs elég? Még kettőnek be kellett volna, hogy menjen. De most megcsinálom azt, hogy inkább erre felé menjünk. Így. És megnézzük, hogy többet teszek ebbe az irányba. Hát, ha így. Hát, ha csak akkor az első idat nehéz lesz megcsinálni, de a másik az már jóval egyszerűbb feladat lesz, talán abba bízok. Na most megvan. Most már csak egyszerűbb lesz ilyen emelvénnyel megcsinálni ezt a részét. Tartsz egyáltalán ott bármit is? Nem nagyon, össze-vissza himbálózik tőle. Mondjuk egész jó. Inkább csak átdobálom. Nem tudok több alátámaszt ezt csinálni. Vége, ezt ide teszem és vége. Ez nem is rossz. Ott is van, jó. Na, most határozottabban többen van, mint volt. De még mindig lehet, hogy nem elég. Kérlek, szívd be. Oké, megvan, de még, és még van egy utolsó, aki valamiért itt lófrál lent, de megvan. Addig nézzük végig az egészet, amit megcsináltunk. Tessék, még egy impossible szinttel előrébb vagyunk. Csak megsikerült, és addig ez is beugrott. Elérkeztünk a vonathoz. Hova megy a vonat? Jó, először elépítkezünk odáig. Rufik segítségével. Így.
Az előző szintet megcsináltam, akkor ez nem lehet kihívás. Ennyi. Ezt a bombát, ezt milyen jó, hogy most berobbantom. De egy robbantsuk, mert megnézem, mi van akkor. Jaj! Hogy ezért? Csak ez feltölti a cuccal. Töltödjetek meg ti is. Összes létező játékban igen kombinálni kell, amit eddig megtanultunk. Megcsináljuk a kis sajtoszlopunkat megint. Szépen felérünk odáig. Ez a szél sem könnyíti meg a dolgunkat. De könnyen át van kötve. És mi a következő lépés? Oda kellett volna fújni, mindegy, egy pár leesett. Hát, és akkor még egy utolsó ilyen lufis hit fog következni, de vajon lesz elég gúból hozzá? Nem vagyok benne biztos. Nyolc van? Mi az a 80, amit be kell vinni? Most nézem csak. Van, csoda folytán, még pont elérte. De hogy lesz ebből 80? Bra. Ezeket is kéne vinni az elején? Na ott lövi, jó, jó, jó. Na meg is van. És itt is van az átvezető, nagyon jó. Mindjárt mondják. Let's go shopping! Here comes again! Ott megy. It's getting faster and faster. Dear God. What is it doing? Ez Temu. Ez a Temu, ahogy szállítják ki a termékeket. From their perspective, time is speeding up for us down here. Little Inferno, ott volt utoljára ilyen. Olyan sebesen haladnak, hogy máshogy telik az idő a vonaton lévőknek, mint akik csak nézték. 200 000 évvel később. Ennyi, végre lelassult volna. Megérkeztek a Temus termékek. És kész a chapter 3 is. Vagy mi? Yes! És jön a chapter 4, de mi? Itt vannak a kis golyók. Mi? Szétáradtak össze-vissza a világból. És itt is úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen számítógépes fejezet. Úristen. Alig várom. Alig várom, hogy ezt is megnézzük.